Üdvözlök mindenkit a légióban! A határzár és röbb képtelenség nyomán úgy döntöttem, hogy ideje szembenézni a megalomániámmal. A való világ végbékájának a segge alá is elvittelek titeket, de Magyarországon szinte alig jártunk keltünk. -e Így hát most, hogy nincs nagyon választásunk, esünk neki az anyaföldnek. Egy ilyen formátum próba készültem nektek, egy kiválasztott magyar célpontot fogok ajánlani nyaralásra, és ha tetszik nektek, akkor csinálok majd még ilyen ajánlókat. Let's go! Első célpontunknak sátoralja új helyet választottam. Egyrészt azért, mert ez a város arról kapta a nevét, hogy egyszer valaki egy eddig számára ismeretlen helyen vert tanyát, másrészt meg azért, mert még sose voltam arra fele. Krista barátommal felkeltünk a hajnalok leghajnalabb hajnalán, és nekivágtunk az útnak. Egészen addig, míg nem esett szét a bérkocsink. Nem tudom, hogy látjátok-e? A probléma valahol ott van, hogy vennem kell egy autót. Bunkertető Ó-Föld KB két és fél órára van Pestől, és az út lefele a megnyerő magyar minimalizmus tájaival szegélyezett. Leérve első állomásunk a környék fő attrakciója a Zemplén Kalandpark Park volt. Ez egy sípája mert tudunk mi olyat, ami kifejezetten gyönyörűséges környéken terül el, bár a nyári félidőben egyetlen egy darab hóágyú jelezte a síségét, és őszintén mi ez, hanem az elszánt felnemadás Jézus Krisztusi megkaköve. A táj roppant barátságos, a park pedig elképesztő kilátással bír. van itt egy elég para kötélpálya, ami egy teljes völgyön ível át, van boppálya van jégpálya, van farhány borsó, és a tabbi pálya, meg a kalantúra mászókázda még akkor épült, amikor mi ott voltunk. Mindent összevetve egy téli nyári turi terület a hegy oldalában, és mint pestis srácnak a béktelen zöldség közepén esni járni, fantasztikusan kikapcsoló élmény volt. Ezen a helyszínen lazán el lehet tölteni egy teljes napot, de ahhoz, hogy az egész környéket igazán tudjam ajánlás alá vetni, tovább kellett állnunk. Következett maga Viskó oldal Antik Plac, ami egy nagyon pici városka. A főutcája egy tipikus, a szó legpozitívabb értelmében vidékies látvány, és tudom, hogy a vidéki szóra borzasztóan ugrik egy rakás ember, el is tudom fogadni, de őszintén nem tudjátok elképzelni, hogy ez a hangulat mennyire rohadtul nincsen Budapesten, és baromira hiányzik. A centralizált kisvárosépítés központjában öregnénik nénik padokon a figyelték, ahogy a két pesti idióta andalog a fák árnyékában élvezve a csöndet. Mert Csönd van, mindenhol. Az utcafrontról nyíló városházában folytattuk a nézelődést, meglátogattam egy rég nem látott rokonom plakettjét, végül pedig az ipek használatlan díszterembe is beengedtek minket. A híresztelés szerint itt mondta el első nyilvános beszédét kosút Lajos, ezért nevezik ezt az erkét. Erkének. És persze nem, nem ez volt az a hely, ahonnan Kosút Lajos azt üzente, hogy elfogyott a swagimentje, mentje, mert ugye időszámításban mindez nem stimmel, és ahogy ki tudtam fülkészni, nem igazán lehet tudni, hogy pontosan mit mondott itt Kossuth csak azt lehet tudni, hogy Baromira mondott valamit. És innen már igazából látható, hogy mi a fantasztikus természet mellett a környék igazi lényege. A magyar történelemmel ez a hely ezer szálon fonódik össze. A sarkon található Megacuki Mini Múzeum, a Kazinci Múzeum, ahol a környék irodalmi, régészeti és egyéb tárlatai mellett rendszeres kutató munkát is végeznek, a környék történelmét rögzítve. Ha egy kicsit tovább megyünk viszont, átvágva egy totálisan elhanyagolt és benőtt dzsumbujan keresztül, megtalálhatjuk a másik említése méltó múzeumot, a döbbenetesen szép Magyar Nyelv Múzeumát, ami két okból kifolyólag tetszett állatira. Egyrészt, ahogy mondtam, a szó szerint semmi közepén ugrik elő meglepetésszerűen, és mégis minden tekintetben magas színvonalú múzeum. Akusztikus előadóteremmel, hangi mangi csücsörészdével és egy európai kaliberű nyelvi tárlattal rendelkezik, ahol még hot, szexi, írógéppornográfiát is vetítenek. Ezt a fél karomat egy Remingtonért. Ezt, Ez csak úgy kidobom a világba, nézzük mi történik. A másik dolog, ami abszolút megnyert, a múzeum környéke. Egy borzasztóan kellemes, lugasos, csöndes kis kertecske van a múzeum körül, aminek a közepébe odavágtak egy jébetűt, de nem mindegy hogy melyik jébetűt. betűt. Innen lehet tudni, a nyelvi múzeumról van szó. Pofátlan magabiztossággal írták rá az útbaigazító alapkövükre az ellipszilonos jét, mint a zsíros kelést a mennyei magyar nyelv hónajhajlatában. Nem nem, nem, fogom elengedni, nem, soha. Az ellipszionos meg sima jé egy totálisan random megkülönböztetés, és csak arra van, hogy a tíz éveseket terrorizálja. Az ellipszionos jé a kiskorúak mentális egészségét veszélyeztető bűntény. Mindezt hátrahagyván nekivágtunk a történelmet tovább kutatni. Megkerültük az empléni természetvédelmi övezetet, ami egy külön ajánlót megérne magának. Sajnos csak egy napunk volt, úgyhogy nem tudtunk bemenni, amit én borzasztóan sajnálok, gyönyörűen néz ki, és rengeteg kis pikli pukli is van a közepén, amiket meg lehet mászni. Az egyiknek az a neve, hogy Milic. Ha velünk lett volna a nudli, és megmásszuk, akkor felvittem volna a csúcsra, és ott ő lenne a milic malac. Megkerülve is gyönyörű volt a táj, de mi nem álltunk meg, célba vettük a Boldogkői Várat, ami elképesztő. A Boldogkői Vár úgy néz ki, mint hat trónok harcából tépték volna ki. A magányos ormon elhelyezkedő penge alakú építmény gyakorlatilag szuperzárva volt. Minden esetre a vár történelme a magyar történelem. Az 1200-as években hallottunk először róla a krónikákban, és a legmeggyőző feljegyzések alapján, a Tomaj nemzetségbeli olvasom Jákfia Tiba építette. Az átlagos Gáborok és Zoltánok álmatlan esték ezrein keresztül keresik a megfelelő rapper nevüket, Jákfia MC Tiba pedig csak úgy benyújtja az anyakönyvi kivonatát. A vár továbbiakban az abák majd a drugethek kezébe került, de ahogy teltek múltak az évszázadok, gyakorlatilag a teljes magyar hadtörténelm átvonult oda vagy vissza a váron. Nem tudom most felvázolni nektek nyilván az egészet, de mindenképpen tudom javasolni, hogy olvassatok utána, ez a a kinéző vár, ez, ez látta, hogy mi történt itt Magyarországon. Ja, úgyhogy ámultunk és bámultunk, de sajnos haza kellett indulnunk. Ahogy mondtam, Kuckó széle a Vanguard köztér nagyon messze van Budapesttől. Pont ezért tudom viszont mondani, hogy ajánlani abszolút tudom a környéket, de egy napnál többet kell itt eltölteni. A környék a kultúrtöri és a természetjárás tökéletes ötvözete. Van itt kaland, meg izgalom, van itt kosút, meg Targaryen. Nem egy világközpontú turicentrum, de egy roppant megnyelő és kellemesen kikapcsoló berut. Nos, ez volt a mai ajánló videónk sátoralja új helyről. Ez egy ilyen próba volt, de mondjátok el a véleményeteket, szeretnétek e még hallani más környékekről is ilyen ajánlót, illetve, hogyha sátoralja új helyiek vagytok, akkor írjátok le, hogy mit hagytam ki. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, én szírmai gegei voltam, nem sokára újra találkozunk.